A Matthias Corvinus Kollégium 25 éves tapasztalattal rendelkezik a tehetséggondozás területén. A Fiatal Tehetség programmal célunk, hogy saját közösségükben aktív, tudatos, kritikai szemléletmóddal bíró diákokat neveljünk, akik képesek lesznek a jövő tudomány területein helytállni. Éppen ezért olyan területekre fókuszál a FIT program, amelyek kiegészíthetik az iskolai oktatást, és fontos szerepet játszanak a mindennapi életünkben. Programunk célja olyan fiatalok kinevelése, akik egyaránt rendelkeznek széleskörű ismeretekkel és kreatív gondolkodásmóddal. A képzés 4 éve folyamán a különböző tudományterületek megismerése mellett egyéni személyiségfejlesztésre is lehetőséget biztosítunk, így segítve diákjainkat a pályaválasztásban. Az MCC-nek a karrieríve az itt 5. korban kezdődik, amikor a gyerekek bekerülnek a Fiatal Tehetség programba. Innen folytathatják a középiskolai programban tovább a képzésüket, majd aztán az egyetemi posztgraduális és az MCC egyéb képzési platformjain is megtalálhatják a helyüket és a lehetőségeket. 5. és 6. még inkább játékosak a kurzusok, nagyon látványosak, nagyon sok az olyan beépített elem, ahol alkotnak, játszanak, projektfeladatokba vesznek részt, akár az egészségügyi tudatosságot tudnám kiemelni, ahol az újraélesztést gyakorolják, vagy sebkötözést tanulnak, akár a pénzügyi tudatosságot, ahol megtanulják azt, hogy milyen a hamisított pénz, vagy milyen egy hamisított bankkártya. Mindig nagyon várjuk a szombati napokat, amikor végre megtelik élettel a központ. Ekkor érkeznek a gyerekek, általában 2 évfolyam párhuzamosan. A diákok 2 hetente személyes alkalmak során tekinthetnek be a tudományok különböző világába, valamint az e-learning felületünkön kalandozhatnak a tudományok között. Elsősorban azért hívjuk a gyerekeket ide a FIT programba, hogy olyan ismereteket tudjunk megmutatni számukra, illetve a világnak olyan részleteit tudjuk megismertetni velük, amikre az iskolában idő, illetve lehetőség hiányában már nem biztos, hogy utol tudnak érni. Azért is fontos, hogy sok mindenbe belekóstolhatnak itt a diákjaink, mert ez a pályaválasztásukban is nagy segítséget nyújthat. Az alapvető célunk nem az, hogy zseniket találjunk a program számára, illetve zseniket képezzünk. Ennél sokkal inkább fontos az, hogy az átlagnál nyitottabb, érdeklődőbb, tájékozottabb fiatalok jöjjenek hozzánk, akik emellett még közösségben is jól funkcionálnak. Én amikor toborzok szülőértekezleteken, azt szoktam mondani a szülőknek, hogy nem a kitűnő tanulókat keressük, hanem a kreatív, érdeklődő gyerekeket, akiket sok minden lekört. Mint hogy a svéd asztalnál a diákok válogathatnak a különböző tudományok között, így bővíthetik érdeklődési körüket. A FIT-es foglalkozások alapvető tulajdonsága az élményközpontúság. Szeretjük, hogyha minden egyes témakört gyakorlati módon tudunk megközelíteni. Megfogjuk, megszagoljuk, megforgatjuk ezeket a dolgokat, illetve a világ történéseit, így tanuljuk meg őket. A honlapunkon megtalálható helyszíneken lehet csatlakozni hozzánk, és mindenkit sok szeretettel várunk sorainkba, aki szeretne 5. osztálytól egészen 8. osztályig egy inspiráló, előremutató és egyedi oktatási közösségben együtt fejlődni, nevelődni, képződni. Mindenképpen várjuk ide azokat a gyerekeket, akik kalandra, közösségre és kihívásra várnak, hiszen nagyon sok tudást kalandos körülmények közt egy szuper jó összetartó közösségben élhetnek át, szerezhetnek meg, miközben az is kihívást jelenthet számukra, hogy újabb és újabb ismereteket kell elsajátítaniuk itt nálunk. A FIT program 2021 őszén újabb városokban is megnyitja kapuit. Így Erdélyben is újabb helyszíneken várjuk a diákokat, illetve Magyarországon is új városokkal bővülünk. Így többek között Szombathelyen, Szekszárdon, Győrben, Szegeden vagy Békéscsabán is várjuk az új 5. jelentkezését. Kedves kalandvágyó diákok, titeket is vár a Fiatal Tehetség program ősztől. Gyertek és csatlakozzatok hozzánk! Idei felvételi időszakunkban is várjuk 4. osztályos érdeklődő diákok jelentkezését a fit.mcc.hu weboldalon április 15 és augusztus 30-a között.